Szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a mai estén. Csongán Szonyi engem kért föl, hogy megtartsam a bevezető beszédet az ő dharma beszéde előtt. Nagy izgalommal készültem erre a dologra, ami még most sem múlt el, illetve nagy izgalommal nem készültem. De aztán rájöttem, hogy akkor pedig a nem készüléshez fogok ragaszkodni, úgyhogy sehogy se jó, de minél jobban megpróbáltam meghagyni azt, ami majd ez idő alatt születhet magától tőlem. Most nagyon-nagyon kalapál a szívem. Lehet, hogy el fog múlni. Szóval próbáltam gondolkodni, és nem gondolkodni azon, hogy mit lehet majd most mondani. És pontosan tudtam, hogy majd a zavar csendje föltámad, amikor hallgatok. És azt is pontosan tudtam, hogy nagyon fog kalapálni a szívem. És azt is pontosan tudtam, hogy nem akarok valamit előre készíteni. Pedig megint abba a karmikus helyzetbe fogom magam belecsavarni, hogy a nehezebb utat választom. Könnyebb lenne egy laza struktúrát föltenni, és akkor azt így gondolatilag szépen le lehet követni. Kicsit sztorizni, kicsit érdekesnek lenni, kicsit spirituálisnak lenni, kicsit tudatlannak lenni, kicsit okosnak lenni. Kicsit naívnak, szerethetőnek, szentimentálisnak, stb., mint amilyenek így általában vagyunk. De bíztam abban, hogy még ha koan gyakorlatok nem is ezt bizonyítják, az ember mégiscsak összekapar. Az ember. 3 hónap alatt valamit, amit szívdobogás ide, szívdobogás oda, amire úgy nyugodtan rábízhatja magát. Hát most így tudom helyzetként ebben a jelen pillanatban jelenteni, hogy nyugalomból szó sincs. Rábízni ugye nem tudom magam, mert valamennyire ugye a beszédbe kapaszkodok, mert anakronisztikus lenne itt ugye csendben ülni. Úgyhogy nem könnyű ez a feladat. Sokkal könnyebb csöndben maradni. Vagy hogy ugye milyenné is tesszük. Nehéz. Könnyűé teszem, könnyű. Csöndben maradni, ha nehézé teszem, akkor nehéz. Azt sem akartam, hogy direkt csöndek legyenek, hogy akkor na most csöndet tartok. Ez sikerült. Nagyon nem tudok mit mondani, igaz az, hogy ez egy tapasztalati dolog, nagyon finom, nagyon lassan őről. Ha csak azt teszem, hogy mondjuk 3 hónap alatt mit lehet megtanulni. Úgy, hogy az ember azt valamilyen készségszinten használja, nem tudom írni, olvasni, biciklizni talán hamarabb, egy nyelvet azt annyira nem, zenét sem. Tehát azért kell idő, hogy az ember úgy... Emlékszem, mikor dobolni tanultam, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy nem is a dobjátékot, vagy a tanárral eltöltött időt, hanem magát a gyakorlást, amikor ugye jöttek ezek, annak most már azért kéne 6-8 órát gyakorolni egy nap, hogy valami legyen. Tehát mikor vált a gyakorlás élvezetté? Vagy legalábbis nem nyűgké, hanem úgy történt. Egyébként a hangokat kell figyelni, tehát hogy így
tudjál 10 ugyanolyan erőset ütni, hogy az mindig ugyanott szóljon, mindig ugyanúgy. És még nincs szó sebességről, meg dallamról. Egy másodpercnél lassabban, csak ez megy. És aztán majd abból lehet. De az kell, hogy az... Gyakorolt. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi időt szerettem volna kitölteni. Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Istú teljesen zenszerű és minimalista bevezetőjét. Mivel egyetlen egy pontra világított rá. Vajon mi az a pont? Ugye ezt nem dobolni kell, de hogyha ezt a pontot eléred, akkor mindegy, hogy 90 nap, 90 év, vagy 90 magakalpa az, amit eltöltesz ebben a tanban, azt tiszta tudattal töltöd el. Legyek én is nagyon minimalista, hallgassam én is a saját szívem verését, inkább a tiédet hallgatom. Úgyhogy ha van kérdésed, bármilyen kapcsolatban, zenről, életről, egyebekről, bátran tedd fel. Engem érdekelne, hogy miért tudottam, hogy jutottunk, nem eszedben, az öcsémmel, amikor visszatértem. Hogy miért csak jutottunk eszedbe, amikor visszatértél. Mindenki, akivel együtt gyakoroltam, eszembe jutott. És ti is eszembe jutottatok. És én azt érzem, hogy ha valakivel van egy természetes kapcsolat, akkor ezt érdemes egy ilyen közel 4 hónapos távolítottát feleleveníteni, hiszen akik itthon vannak, élik az életüket, harcolják a harcaikat, és néha élik a békéjüket is. Nem várhatom el, hogy megjövetelem után csörög a telefon, és azt mondja, hazajöttél, jaj, de jó. Hívom őket, ja, hazajöttél, jaj, de jó. Tehát nekem kell lépnem. Erre is rájöttem. Tehát hívtam a titeket, hívtam a pestieket, hívtam a szegedieket, és mindenkit szeretnék látni, akinek van kedve jönni. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek. Viszont én is köszönöm a hívást. Mi is. Gyakorlásról szeretném kérdezni, hogy az ülőmeditációt, azt még régebben is elmondott, hogy hogyan kell pontosan csinálni, mire kell figyelni. És én azért kell, hogy a sétálni, a fekvő meditációra van-e valami, amire figyelni kell? Kezdjük a fekvővel, az a legizgalmasabb. A fekvő meditáció az lehetőleg a jobb oldaladon történjen, ezt úgy hívják, hogy az oroszlán tartás. De nem tudjuk miért, mert az oroszlán, hogyha így pihen, akkor megölt egy fél zebrát, akkor a pocakjára nem tud feküdni. Tehát így oldalt kell neki. De gyakorlatilag az a legjobb, hogy a szívet nem terheli ez a fekvés, jobb a könyvben is meg lehet találni. A jobb oldaladon fekszel, az egyik kezed a fejed alatt van, a másik az tetszés szerint lehet a csípődön, vagy pedig előtted, mögötted, ennyi felhúzott láb. És ez a fekvő meditáció azért találták ki, és az összes ugye, Theravada országokban van, ez a reclining Buddha, ez a fekvő Buddha. Pontosan ebben a tartásban van, csak az ő feje az így néz ki. És ez egy nagyon érdekes tartás, ugyanis ha az ember beteg, összetörte magát, nem tud ülni, és a többi, hát van olyan ugye, hogy fekvőmeditálok a teremben. Nagyon ritkán, de lehet. Tehát meg lehet teremteni ezt az alkalmat.
Szóval a fekvő meditáció azért jó, hogyha ebben a tartásban van, mert a szívedet nem nyomja, és nagyon nehezen alszol el. Tehát el lehet ebben az úgynevezett oroszlán tartásban is aludni, de sokkal nehezebben. Ugyanis nem veri ki a biztosítékot itt. Ez nem olyan, mint amikor híreket olvasol vagy hivatalos. Nem az a biztosíték. Levélmondás. Puff. Nem. Az álom az gyakorlatilag úgy jön, hogy itt elindul a hormonkeverék, és ez szépen elér bizonyos centrumokat, és akkor te elalszol. Na, az oroszlán tartással ez nagyon nehéz. Tehát úgy van megcsinálva, hogy az energia keringjen, és ne akadjon meg egy helyen. Úgyhogy ez a fekvő meditáció, hogy szépen figyeled a tantiát, és ugyanúgy figyeled a hangokat, vagy ugyanúgy tartod a mantrát, vagy a kérdést. És csak a test fekszik, a tudat nem fekszik. A sétáló meditáció ugyanez, tehát ott is a fókusz a tantiának van. És ahogy sétálsz, van olyan, hogy mind a két kezed ide teszed, ezt korrekt császúnak hívják ezt a tartást. És ezt ráteszed a tantiának. Ha pedig itt a 90 napos elvonulás alatt gyorsan sétál, akkor szépen lehet lóbálni a kezed, de még akkor is a tantiának a fókuszát. Úgyhogy a régi bölcsesség úgy mondja, ülve, állva, járva, fekve, beszélgetve, csendben, folyamatosan, megszakítás nélkül, mi ez? És hozzátenném, hogy testben és testen kívül folyamatosan, megszakítás nélkül, mi ez? Mert ez a gyakorlat ténylegesen túlmegy életen és halálon. Tehát, hogy ilyen tested van, más tested van, nincs tested, teljesen mindegy. A tudat mi ez? Semmi több. És akkor meg tudod őrizni igazi önmagad. Meg tudod őrizni az utadat. Nem követed a karmádat. Nagyon messzire és nagyon általunk néha nagyon nehezen megfogható régióba vezethet ez. Egy biztos, a tudat tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ezt a minőségét nem kell, hogy elveszítse, mert nagyon gyakran elveszítjük. És ezért jövünk ide, és szépen meditációval lesikáljuk magunkról a magunkra kent foltokat, szennyeződéseket, egyebeket. Hogy aztán boldoggal, megkönnyebbülve, energiától feltöltve kimenjünk korábbi élethelyzetünkbe, és megint jól meghember együtt. Most már örömmel, mert most már jobb az érzés, mert frissebb, ugye? Aztán megint rákék, és akkor egy idő után unalmas. És akkor dönteni kell, hogy most merre megy az ember. Jó? Tehát ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy a válasz az arról is kell, hogy szóljon, hogy a forma, a testhelyzet, az tényleg másodlagos. Jó, hogyha például be tudsz ülni fél lótuszban. Az nagyon jó, de nem muszáj. Hanem a tudat, a szándék és az irányvétel, ez az elsődleges. Azt mondják, hogy úszni vízben lehet megtanulni. Mi csendben gyakorolunk azért, hogy beszélni tudjunk. Hogy van ez? Azért gyakorlunk csendben, hogy beszélni tudjunk? Hát, hogy amikor megszólunk, akkor lehetőleg... Ez egy érdekes logika. Lehet, hogy a szónoklattant akkor zenmeditációként kéne adni. Nem is ártana néhány szónoknak, hogy egy kicsit csendben maradnak. De ez is tudatokat. A csend és a beszéd között. Most már tudod. És mi? Nem elég. Valamit tanult az interjúban. Mi az, ami megszólal benne? Mi az, ami beszél benne? Ez a kettő azonos vagy különböző? De ami különböző, addig még nagyon sok meló van. De ha látod, hogy a csend és a hang, a beszéd és a gondolat, az érzés és az érzékelés ugyanabból a forrásból jön,
akkor tényleg a gyakorlatot megfelelő irányban halad. De amíg ezeket széttagolva érzékeljük, addig nagyon gyakran szét is tudunk esni. Az érzékszervi hatások, a gondolkodás, az érzések, az akarat, a beszéd, a tudatod fókuszát, a figyelmedet százezer irányba tudja hozni. Tehát százezer irányba tudja húzni. És éppen ezért olyan nehéz megtartani ezt a tiszta tudatot. Rendkívül egyszerűnek tűnik. Légy itt ebben a pillanatban, tarts a tudatodat úgy, mint a tiszta tükör, minden mást engedj el. Egyébként három mondat, és benne van a meditáció lényege, ami a praxist illeti. Itt most nem beszélünk elérésről, karmáról, nem? Módszertan. Három mondat. És leülsz, és három perc múlva leesik a fejed, hogy ezt hogy nem tudom megcsinálni? És miért jönnek még mindig, mint a gollam csapat az erdőből, ugye? És ott vigyorog, ugye? És rájössz, hogy hát magunkkal hoztunk egy olyan láda karmát, ami nagyon nehéz kihúzni. Legtöbben föl se nyitjuk azt a ládát. Ja, hogy folyik a rothat lé, meg néha a vér, meg az ilyen, az mindegy, az ott nem van. Egy idő után föl kell nyitni, bele kell nézni, ki kell rakni, kipucolni a ládát, és amit kell, azt visszarakni, és általában a töredékekkel csak annak, amit kiraktunk. Úgyhogy, ha csendben gyakorlunk, akkor csendben, ha beszéddel, akkor beszéddel, de itt az igazi jelentősége a csendgyakorlatnak az, hogy nem vetítem a saját tudattartalmamat másra. Nem szennyezem be a véleményemmel a másik tudatát. Nem hasítom dualisztikus kategóriákra a magam és mások tudatát. Tehát a csend gyógyít. Az elhallgatott dolgok nem gyógyítanak, a csend gyógyít. Tehát azért van interjú, azért van dharma beszéd, azért van formális találkozási lehetőség a tanítóval és a konzultációs interjút adókkal, hogy a beszédnek a lehetősége meg legyen, de ne legyen belőle túlzás, ne legyen belőle véleményformálás, ne legyen belőle dualisztikus ítélet és kategória gyártás, mert itt nagyon gyorsan bele lehet esni a saját projekcióim csapdájába. És ez azt jelenti, hogy nekem igazam van ez a csapda. És akkor bizonyítok, akkor vitatkozom. Akkor küzdök, és nem tudok visszatérni ahhoz a tudathoz, hogy az ékék és a fűzöld, és nekünk most közösen itt van dolgunk. Tehát ez egy nagyon egyszerű, a banális egy egyszerűnek tűnő tudat, és mégsem tudjuk fenntartani, mert nekünk a saját gondolkodásunk édessége kell. Az igazlátásunk tiszta, pengő érce kell. És az a kard, amivel lehetőleg lenyakazom azt, aki nekem ellen. Nem látja azt az igazat, amit én. És akkor ez nem is érdemes arra, hogy éljen. Stb. Vannak olyan lények, akik még azt sem tudják elfogadni, gyönyörűséges, felhőtlen, fényes nap vagy az égkék és a fűzöld. Miért? Mert hogyha a másik is ezt mondja, az nem jó. Az én egem kékebb, mint a fény. Úgyhogy menj innen. Tehát, amíg ezek a tudatok nem szenvedtek eleget, addig nem akarnak lemondani a saját véleményalkotásra, azt nem tudjuk kivárni. Ha ide jön, akkor megkérjük, hogy maradjon csendben, és ezáltal tisztuljon, és segítsen másoknak is tisztulni. Ez az egyik legnehezebb gyakorlat. De lehetséges. Más kérdés? Szabadság és a boldogság viszonyáról szeretnék kérdezni, de azért egy kicsit árnyalnál, mert egy borzasztóan általános. Miért árnyalnád? Ez gyönyörű így. Hát jó árnyalnád. Akkor kétfelé mondhatjuk, akkor a szabadság és boldogság viszonyáról szeretnél kérdezni. Fantasztikusan jól kérdeztél.
És most szubszászonyomat idézném, mert a 4 évvel ezelőtti szóló elvonulásom alatt hallgattam minden nap az ő tanítását reggelente. És amikor abban a csendben megszólal, mert tényleg, hogyha te szólót csinálsz, akkor csak akkor beszélsz, hogyha valami nagyon, nagyon rossz kaját fogyasztottál, tehát akkor biztos csend van. És az öregnek az egyik napi tanítása az úgy szólt, hogy a szabadság azt jelenti, hogy mindent megtehetsz. De ez azt is jelenti, hogy semmire sem vagy képes. És ez azért érdekes, mert nézd meg, ez a kéz, hogyha üres, akkor mindent megragadhat. Ha ragaszkodik a bothoz, akkor nem ragadhatja meg a poharat, vagy a hangfelvevőt, vagy a kasát, stb. De ha ragaszkodik a szabadsághoz, akkor ugyanúgy nem tudja megragadni a botot, a kasát, vagy a poharat, vagy a hangfelvevőt. Nem hajlandó kötődni. És itt van a boldogság és a szabadság közti óriási ellentmondás. Szabad akarok lenni, és boldog, de nem vagyok hajlandó kötődni. Most a boldogság tárgyához való kötődés, ugye az engem boldogító személyhez való kötődés, az a szabadság feladásával jár. És ezt nagyon sokáig nem vagyunk hajlandó belátni, inkább ilyen ágyra járók vagyunk jobbra és balra, meg fogadjuk az ilyeneket. Ez egy idő után nagyon-nagyon ízetlen lesz az egész. Vagy rájön, hogy ups, na, most már nála szebb és jobb nem kell, és akkor átalakul a szabadság fogalma, nagyjából úgy, hogy a szabadon választott kötöttség az lesz a boldogság. És akkor itt megint szépen alakul a szabadság fogalma, aztán később a boldogságé is, lásd a nagy drámaírók tragédiájának az utolsó párbeszédét, azért az gyönyörű. Tehát végig rohanja a 16 szint, és megállapítja, hogy nincs a teremtésben vesztes, csak ő. Éva megszólal, hogy anyának érzem, ó Ádám magam. Minden megváltozik. És csak annyit mondta, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni. De utána már nincs kérdés. Megváltozott a szabadság fogalma, megváltozott a boldogság fogalma, és a kötődés és nem kötődés teljesen új értelmet nyert. Tehát mindaddig, amíg ez a vágyott boldogság, a boldogság tárgya, a boldogság vágyott személye, amíg az nem jön el, addig a szabadságnak teljesen más jelentése van. Nagyjából az, hogy azt csinálok, amit akar. És akkor egyszer csak megjelenik a társ nagy tével. És innentől kezdve társas lények leszünk. És a társas lénynek a szabadság fogalma az egyénített, individuális egzisztenciához képest nagyon más. És a boldogság fogalma is más. Tehát rájövünk, hogy az érzékszervekhez kötött boldogság az nagyon-nagyon kétélű, és akkor a rétegeket szépen hányjuk le, a hagymának így omlanak szét a héjai, és ahhoz, hogy ne csak az ásító ürességet találjuk meg benne, el kellene érni azt a boldogságot, ami nem érzékszervekhez kötött. Na, ez egy nagyon komoly feladat. És legtöbben nem érjük el, nem szépen fordulunk körbe-körbe-körbe, és egyik kémiai reakciótól a másik kémiai reakcióig. Megyünk magyarul, hogyha nem sikerült jó az éjszaka, majd akkor jól leiszom magam, és akkor attól leszek boldog. Jó? Tehát, és akkor ez így szépen megy, eltelik 20 év, és akkor elvonom 3-szor. És úgy indult, hogy ilyen jók leszünk. Tehát nézd meg, hogy valójában a oldás és a kötés, a lojalitás és a teljes individualizmus, tehát ezeknek a dualitásai adják ki azt, hogy a szabadságot és a boldogságot hogy éled meg. Tehát lehet, hogy eltelik 10 év, és a szabadság már az, hogy csak érjek haza hozzá. És előtte pedig az volt, hogy na most melyik skalp legyen? Ugye? A boldog, tehát ezek mind relatív fogalmak. A boldogság még inkább. Jön a Mikulás, 5 éves gyerek, boldogság. Elmehetek és lehetek Mikulás, 50 éves ember, boldogság. Más kérdés?
az egyik gyakorlatunk ugye a hangoknak a hallgatása. És ebben kapcsolatban mondtad nekem, hogy azon túl, hogy megpróbálom megteremteni ezt a csendet, amiben hallom ezeket a hangokat, közben jönnek és mennek a gondolatok, de hogy mi hallja ezeket a hangokat. És az a megoldás jött tegnap erre a dologra, hogy ha minden azonos, és azonos szubstancia, akkor úgy van el, hogy a hallgató és a hallgatott az egy. Tehát, hogy amit hallok, az igazából az hallja. Ha ez így érthető. Érthető, de rossz hírem van. Az, hogy lényeg, és az, hogy minden egy, ezek segédfogalmak. Valójában fogalmunk sincs arról, hogy egy vagy több, különálló, vagy egyben lévő, ezek mind ilyen humán gondolmányok itt. És azért tanítjuk ezt a pontot, a nem tudó tudatot, mert ha azt mondod, hogy minden egy, akkor 30-at kapsz, ha azt mondod, hogy minden különálló, akkor megint 30-at. Ha azt mondod, hogy a hallgató és a hang az egy, akkor is 30, ha azt mondod, hogy több és különálló, akkor is 30. Tehát a katica bogarak dobolnak a lámpabúrát. Ez van. És nincs más. Tehát ezeket a segédfogalmakat, hogy megvilágosodás, meg lényeg, meg buddha természet, főleg ez a buddha természet, egy mahaján találmány. De hol van? Most elmegyek a boltiboltba, és bevásárolok tízek a buddha természetet, és így megeszem. Tehát ez nem ilyen. Ezek azért vannak, hogy a megfoghatatlan, ami nem név és nem forma, azt valahogy megpróbáljuk kifejezni. Ezek segédfogalmak. Tehát ezekre a segédfogalmakra, amit egyébként is egy ilyen relatív mondatba tettél, hogy ha, akkor. Ezzel nem lehet abszolút értékű kijelentést tenni. Ezért van az, hogy egy tanítás akkor él, hogyha élő beszédet tud produkálni, és akkor hallod, ha csak magyarázza önmagát. Tehát ezért nincs más, mint ez a pillanat, ezt már nem csak az elemi fizika és az asztrofizika tudja, mert hihetetlen görbült egyenletek vannak most már. Tehát olyan elképesztő régiókba mentünk ezekkel a tudományokkal, hogy hirtelen már a fizikusnak is csak az mondhat, hogy kérek 2 kiló almát és felejtsük el. Tehát egy olyan metaszférában ment a nyugati tudomány, és ezzel együtt a keleti tanok interpretációja is, amely nagyrészt érvénytelen. De az intellektus éjsége miatt tartja magát. Tartja magát, mint az olajválság. De egész addig, amíg van olaj, addig fogunk olajat pumpálni és használni. Egész addig, amíg dualisztikus gondolkodás van, addig fogjuk magyarázni a tant. De ez nem a tant. Ez a tarról alkotott intellektuális kép, hogy nyugodtan aludjunk éjszaka. Tehát, hogy tudjuk, hogy van buddha természet, meg van megvilágosodás, meg ez mind fogalmi valóság. Nem mondtuk, hogy valótlan, fogalmi valóság. Teremtett, a gondolkodás által teremtett valóság. És mi van, hogyha tartózkodunk ettől a gondolkodástól? Akkor nincs egy, nincs több, nincs hang, nincs hallgató, nincs megvilágosodás, nincs szenvedés. Ez egy kicsit ilyen improvizált szívszutrának tűnhet, tehát azért recitáljuk naponta 3-szor a szívszutrát, hogy az összes téves nézetet azt itt töröld. Az igazi diplomata autókat azokat naponta többször ezekre a hatalmas egy gyakú kefékkel, egy olajozott kefékkel, és szépen portalanítják. Amikor beszáll a nagykövet, vagy a miniszter, akkor az portalan, gyönyörű jármű. Na, ezért recitáljuk a szívszutrát naponta 3-szor, hogy a gyönyörű tudatod, az portalan minden ideától, minden szennyezéstől mentes legyen. Ezért tesszük ezt. Ugye egy ideának mekkora ereje van, az például az Eredet című filmből meg lehet látni, hogy gyönyörűen. Gyönyörűen. Tehát akik azt megcsinálták, azok nem csak a pszichológiát értették. Jóval többet értettek annál. És egy ideának olyan elképesztő ereje van, hogyha abba te hiszel,
és abban energiát teszel, akkor hegyeket tud mozgatni. Ez bizony így van. És itt az a dolgod, hogy ezt az ideál halmaz, még a buddhista ideál halmazát is teljesen letakarít a tudatodról, hogy az eredeti vissza mi voltában itt legyen. Ezért az ilyen kérdésekre az igazi nem tudó a válasz, de az is inkább demonstratív eseményt magyarázkodva. De egyébként mindenki hiányérzettel menne el, hogyha nem kapna valami magyarázatot, tehát valamit kapsz, de sose teljesen. Ez nem csak azért van, hogy visszagyere a következő darabbeszéd, hogy hát ha most úgy jól elmondja, és akkor többet már úgy nem kell, mert megvan a tuti. Na, ilyen nincs. Egyre közelebb, de az átlépés, ami a szóból, a gondolatból, a tapasztalatig megy, az a tiéd, és a tiéd kell, hogy legyen. Más nem történik helyette. A szellemi önállóságnak, felébredés képességének az egyetlen egy demonstrációja az, hogyha te mész ezen az úton, és a tapasztalatod majd szépen integrálódik a mindennapi életbe. És akkor egyszer csak megkérdezik, hogy hogy csinálja Isten, hogy nem stresszeli magát ezeken a borzasztó dolgokon? Hogy nem verődik ki a biztosíték? Hogy nem akad ki? Hogy kedves tud lenni még ahhoz is, aki éppen jól oldalba bökte szóban, írásban, érzésben, gondolatban. Tehát amikor ezek, akkor kiderül, hogy a tudat minősége nagyon más. És amit itt nyugaton nagyon elfelejtünk, az, hogy a reaktív tudat az sokkal erősebb, mint az aktív. Tehát 2000 éve egy olyan verbális reflexióban élünk, amikor azt hiszük, hogy a logosz az valami szóbeli alkotmány. Hát tessék szívesen mélyre nézni, jó? Hogy ez valójában micsoda. És mert reflexió halmazban élünk, metaszférában élünk, ezért a reaktív tudatunk sokkal erősebb, mint a proaktív, vagy éppen kreatív tudat. És azért van a művészetnek, meg a spiritualitásnak, meg minden ilyen nagyon újnak, avantgárnak egyébként szerepe, az ember élete, mert a tudatának a frissességét, a kreativitását szeretni ezen aktivitásokkal visszanyerni. Hogy ne egy reakcióhalmazban, magyarázatban, történelmi, politikai, társadalmi, episztemológiai teherben veszem el, hogy ez nyomja a tudatomat állandóan, könyvtárnyi adatot ugye mozgassak meg azért, hogy valamit megtudjak. És kiderül, hogy az egyszerűt és a tisztát nem lehet bonyolult és szennyezett módon elérni. Ahhoz ki kell hajítani ezeket a tudatból, mert feleslegesen. Ezért mondta Szuzászonyi, hogy a megértés, vagy a magyarázat önmagában nem segít. És én ezzel rengeteget harcoltam magammal. Megértés, hát éppen még több megértés kell, ne ennyi aztán nem ér. Még több megértés kell. Még több. De hát itt erről az intellektuális agyalmányról volt szó, ami körbe-körbe megy, és állandóan magyaráz. És soha nem jut el addig a pontig, hogy itt és most mi vagy. És ennek a tapasztalata az, ami teljesen gyökerestül kihúzza az egésznek a méregfogát. Tehát nem vagy hajlandó dualisztikus kategóriákat követni később, mert látod, hogy valótlan, látod, hogy illuzórikusak, akkor mire? No? Tehát ugyanolyan operatív fogalom lesz az én és a más, a jó és a rossz, és természetesen élünk, és minősítünk, és cselekszünk. De már nem ragaszkodunk ezekhez, mint identitás. És ekkor el lehet érni azt a szabadságot, aminek a mély otthon a boldogság is, és kiderül, hogy azokhoz kötődünk, akikben bízunk, olyat teszünk, amiben okunk van hinni, és hogyha ez kitart egy darabig, akkor a bátorság is meg lesz, hogy minden vélemény, meg minden külső hatás ellenére a jól látott és jól átérzett utat, azt folytasd. Tehát nem önfejűséget és nem magadságot tanítunk, hanem azt, hogy így igazi önmagadban. És ha nem találod, akkor abban lehet hinni. Egyéb kérdés? Van olyan állapot, hogy az ego eltűnik teljesen ebben az életben? És hogy
egyre többet látok ebből az ego nevezetű illúzióból, egyre szkeptikusabb vagyok, hogy ez valahogy sem fog tűnni. Hogyha nagyon el akarod tüntetni az egót, akkor az csak erősebb és lusnyább lesz. Tehát meg kéne nézni, hogy ez a forrása, amilyen ez az illúzió származik, az micsoda. És közben csak így tanmeseként nagyon ajánlom a gyűrűk urának azt a részét, amikor mennek hárman Mordor felé, és itt Ithiliában vannak, és Golla annak a szerepszemélyiségére elkezdenek ott változni. És rájön, hogy van ő benne jó, de látja a rosszat is. És egyszer csak rájön, hogy ezt az egót ezt el kell kerülni. És akkor azt mondja, hogy menj innen, és ne gyere vissza. Soha. És akkor a tükörképe innen. Igen! Igen! Menj innen, és soha ne gyere vissza. Menj innen, és soha ne gyere vissza! Belenéz, és üles a tükör. Igen? Üles a tükör. Ezt nagyon megcsinálta. Egyébként az egész trilógia teljesen jó, elfogult vagyok. Tudom, hagyom. És megdöbbent, figyeled, megdöbbent, hogy ez lehetséges. És akkor elkezd ugrálkozni. Smélhoz szabad, Smélhoz szabad! És ebből a reakcióból aztán eljut odáig, hogy te nem szabad, mert itt a gazda, és az a csúnya hobbit, az a taga, aki nem hisz nekünk. De a gazda jó. Ne, az a hobbit, az nem jó. Meg kell lőni. Kiváljuk a szemét. Megfújtjuk álmában. És akkor miénk lesz a drága. És pillanatok alatt nézzük az első reakcióból, egy olyan lusnyi ego keletkezett is, hogy rosszabb, mint volt. Ezért mondom, nézd meg a reaktív tudatodat, mert a reakció az általában dualisztikus, mert valamire reagál. Nem primér, nem kreatív, nem teremtő, hanem reaktív és dualisztikus. De most innentől kezdve Smeagol ismét Gollam, de már nem tudja, mert azt hitte, hogy eltűnt az egója. És a következő keletkezése olyan gyors, hogy nem veszi észre. Az első ítélettel újraépítette. Az első dualisztikus gondolattal, amivel azonosult újraépítette. Ezért vagyok szkeptikus. Ez jobban kifizetődő. Tehát vigyázzunk az énnel és annak hiányával, mert pillanatról pillanatra lobbanjon el, pillanatról pillanatra égjen el, és pillanatról pillanatra tér vissza a primér, elsődleges, világos, együttérző gondolkodáshoz, cselekvéshez, beszédhez, és így láthatják azt mások, hogy ez éntelen vagy önzetlen, de az ég szerelmét nehogy magad minősítsd, mert kész kampó. Egy pillanat üres tükör, és a rád reakcióból pillanatok alatt ott van. Jó? Köszönöm. Nevezzük boldogságnak. Minek nevezzelek akkor? Színes zoklinak? Hanem nevezzük egyfajta kiegyensúlyozottságnak. Kiegyensúlyozott életnek. És legyen mellette egy olyan egyfajta kényszer, amit minden jóknak vannak bizonyos kényszeres viselkedések. Most már érdekel, beszélj a kényszerről. Kinek keresek. A boldogság az nagyon unalmas, azt tudjuk. Kényszer. A boldogság szól azt, hogy el is, most én elsődöget. Hozok lapátot is, mert maradjunk át. Egy kiegyensúlyozott élet, amivel minden jön törekszünk. Hogy férhet meg ez a kiegyensúlyozott élet?
és megintsük úgy a kényszereket, amikor már nem csak egy szokás, hanem annál már több. Mennyiben több? Annyi van, hogy amíg bizonyos szokásai vannak, azok nem gátolják a mindennapi képességet. Szokás, függés, addikció? Igen, és akkor a szokásból van egy kényszer válik, akkor az már gátolja a mindennapi kiegyensúlyozott életet. A kérdésem pedig az lenne, hogy meddig szokás a szokás valóban, és vannak ott kényszer a kényszer. De valamit úgy csinálsz, hogy valami a cselekedetet, hogy rosszul kérdeztem. Lehet-e egy olyan embernek, akinek kényszeres cselekedetében vannak, lehet-e attól, hogy kiegyensúlyozott, sőt, akár boldog az életet? A jó hír az, hogy igen. Ugyanis ebben mi humanoidok nagyon jók vagyunk, hogy a kényszert egy másik kényszerrel egyensúlyozzuk. Ugye? Tehát nem vagyunk hajlandók tüzet oltani, hanem inkább egy másik szobában is tüzet gyújtunk, hogy egyenlő hőmérsékletű legyen az egész lakás. Ugye? Ezt említettem az előbb a kémiai körforgásnál, hogyha egyik helyről nem kapod meg azt a hormongyűjteményt, ami ugye kell, akkor egy másik helyről igyekszel beszerezni. És a kényszer így szépen egymásra rakódva éli az életet benned. Tele vagyunk ilyennel. Kényszert a kényszerrel kiegyensúlyozzuk, és hogyha éppen nem akarunk eldőlni egyik oldalra sem, akkor felállunk ennek a nagyon kényes egyensúlynak a tetejére, elkezdjük döngetni a melkasunkat, és azt mondjuk, látod, milyen boldog vagyok? Úgyhogy ez teljesen egyértelmű, hogy ez általában így megy. Ami viszont nagyon ritka, hogy az ember leszáll erről a libikókáról. Emlékszem, volt régen ilyen zsonglő művész, aki letett egy csövet, arra rátett egy tárcát, és a tárcán elkezdett szépen így mennegélni jobbra-balra. Utána kezébe vett négy darab üvegporra, letette a négy szélére, megint rátett egy tárcát, fellépett, és mindeközben libikókázott. És ezt meg lehet csinálni egész 8-10-12, azt mondod, az ember 12-nél állt meg, de leugrott, és így összedőlt az egész. Na ezért nem akarunk mi ránézni a saját karmánk és a saját életünkre, akkor leugranak erről a kis libikókáról, amit mendegél jobbra-balra, és az egész nagy gonddal összerakott kényszerhalmaz összedőlt. Pedig ott, hát addig olyan egyensúlyban volt. Addig ott lehetett rajta libikókázni, rajta meg mutogatni magunkat, hogy mi milyen jók vagyunk. Egyszer leszállsz róla, megnézed, hogy ez miről szól, és az egész repül szép. Miért? Mert nincs egoerő, az az én csináló, ami egyben tartaná, ami egységben tartaná. És ez az azonosulás, a ragaszkodás, és miért ezek az erők megszűntek, úgy repül szép az egész, és akkor vele az én érzésed is. Vele az életérzésed is. És nagyon nehezen fogadják el az emberek, hogy valójában tényleg így válnak szabad. Tehát csak ezen szabadságban, nagyon kevés boldogságban az elején. Miért? Mert szokatlan. Általában a kényszerek egyensúlyát és a kémiai körforgást szoktuk boldogságnak tekinteni, mert boldogság hormonokkal és érzésekkel árasztja el a tudatunkat. Most ezeket a kényszereket megszünteted? Hát, mint hogyha tényleg kihúznád a tavalyt a másik lába alól. Ezért mindenki csak saját maga szüntetheti meg ezeket a kényszereket, olyan mértékben, amilyen mértékben látja, hogy a szabadságák és a boldogságák a gátjai. Ezek a kényszerek. De a legtöbb kényszer nagyon szeretjük. Dolgoznom kell pénzért. Borzasztó, na mennyit is fizetnek? Tudod? Alap. Mert az, hogy jaj, hazajön és borzasztó. Szóljál hozzám? Tehát teljesen paradoxonokra van felfűzve ez az egész, és ezek a kényszerek így összeállnak ellentmondásokká. De mi imádjuk ezeket az ellentmondásokat, az ellentmondások közt feszültség van. Ez a mi kis atomerőműünk, a bennünk levő ellentmondás halmaz. A modern társadalom válasz erre mi,
elértél egy küszöbb értéket az ellentmondásaiddal, és azt túllépted, leszed állunk. Adunk neked gyógyszert, hogy ne legyen olyan sok az ellentmondásod. Attól majd jobban lesz, hát nem. Tele kéne nézni, ugyan már gondoljon ez a sok-sok minden. Mi az, ami ezt kitermeli? Mert feszültségben vagyok, tehát létezem. Ez a kártéziuszi újra gondolás. Jó? Feszülök, tehát vagyok. Tehát imádjuk az ellentmondásainkat, imádjuk a kényszereinket, mindaddig, ami az egyensúlyban tart, rengeteg energiát ad. Ez önmagában nem is olyan rossz. Sosem mondtuk, hogy az. Csak így a tudatod igaz természetét az illúzióvilágban keverek, mert nem nagyon találod meg, és ebben a kényszerhalmazban nem az a baj, hogy kényszer, mert mondom, mindent meg lehet szokni, mindent lehet művelni. Hanem az a baj, hogy amikor igazából válsághelyzetbe kerülsz, nem tudsz rátámaszkodni, mert úgy megy ki alólad, akkor aztán tényleg eltűnik. Semmi nincs. Mert a kényszerekből nincs szabadság. Sose. Az állandó körforgásból nincs megnyugvás. Sose. Le kell állítani. És hogyha kivonod az energiát belőle, nem tudod, összetörik az életem. Hát erre a halmazra gondolsz, ami itt szépen ereszti a levet? Mert ezt akartad egyébként eltakarítani, de közben úgy ragaszkodunk hozzá, mint Maci a mánásba. Nagyon. Jó? Tehát vigyázzunk ezzel nagyon. És tényleg egyenesen előre. Koreában van egy ilyen, hogy ez a körkörös, ez a one hand dog. Az a kör, a hangdog pedig a cselekvés. És nem veszük észre, úgy viselkedünk, mint az a bizonyos ugye, okos kocsis, aki rájött, hogy nem ütni kell azt a dolgot, hanem motiválni. És akkor azt történik, hogy fölül a bakra, feltesz az ostor végén a jó nagy halom sárgarépát, jó szereti, szereti a sárgarépát, betartja oda, ló elindul, és vele együtt a sárgarépa is. Na ezért vigyázzunk. Mit rakunk az orrunk elé? Egyébként nem az a baj, hogy ott van a sárgarépa és néz, mert mégis húzza a szekeret. De egyszer rájön, hogy mi történik. Úgy rúgja le a kocsista bakról, mint a szél, sárgarépa leesik a földre, ló boldogan eszik, de megállt a szekér, és nem megy az élet. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy pontosan mit rakunk magunk elé, mennyire igaz, mennyire hamis, merre mész, mit érsz el. És ezt csak te teheted. Azért találtuk ki, hogy itt is legyen ilyen meditációs helység, ne csak 8000 kilométerre innen. Itt is legyen. Ne kelljen olyan messzire utazni. Ide is jöhetsz, megnézed, és azt mondod, úristen, hát ez nem is egy répacsomó, hanem retek, meg magyarul. Egybe! Saláta! Illúzió vagdalék. És akkor rájössz, hogy magadat edetted. Végig. Egész életedben. Vagy hagytad, hogy mások tegyék ezt a te engedélyeddel, de hát az szinte ugyanaz. Jó. A leglíraibb és legvalamibb költőknek is volt legalább egy szenvedélyük, vagy szenvedő pontjuk, ahol aztán nem sok minden született. Tehát mondjuk egy József Attila és Babits Mihály közti hőmérséklet különbség, az ugye galaxisokat tölthetne meg, de mégis mind a kettőnek volt egy nagyon komoly emberi szenvedélyi termény, csak teljesen eltérő fokon. Tehát onnan szeretném azt kezdeni, hogy az európai, tehát nyugati hagyományban a művészet szerepe sokkal, de sokkal különbözőbb a keletinél. Anélkül, hogy itt belemennénk több kötetes taglalásába a művészet történetének, szellemtörténetnek, stb. Azt lehet mondani, hogy keleten a művészetnek soha nem kellett azt a hivatalt betölteni, mint nyugaton. És ez nagy rész a szellemiséggel és a vallással függ össze.
keleten a buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus megmaradt a saját kaptafájánál, és az emberek tényleg úgy tekintették ezt a három nagy iskolát, ahol a szellemiséget, önmagukat és a világ megismerését, az utat, a helyes társadalmat, itt most mind a három dolog mondtam egy pár szót, ezt meg lehet ismerni. És a művészet az maradt. Szórakoztatás, önkifejezés, csomó minden, ami egyébként az európaiban is megvan. Nálunk társadalomtörténeti és vallástörténeti okok miatt a reneszánsztól főleg a művészet átvette a belső igazság kifejezésének a szerepét. Tehát nem véletlen, hogy Dostoyevsky és Shakespeare és Csehov európai születésű volt. És ilyen mélységű, ilyen töltésű művészet keleten nem volt, mert nem kellett kifejlődnie. Nem kellett ilyen dolgokat kimondania. A zene ugyanez. Tehát miért kellett Bartoknak úgy írni és azt komponálni, amit a 20. században? Mert a keleti világ nem őrült meg annyira, mint a nyugati. És a 20. században az a két világháború az innen jött. Csak hogy ugye kiegyensúlyozzuk a művész és a harci viselkedés. De a kettő összefügg. Ez a művészetnek olyan a szerepe volt, ami már a görögöktől a katarzist ugye szolgálta már attól az időtől fogva. Szolgálta a komédiát, amelyeként vidám menetet komodosz ugye jelentett. Ugye? És a dráma ugye azértként az áldozatot jelentette. És ezek után a reneszánszban egy olyasféle ült kellett betölteni, hogy az emberek sokkal, de sokkal többre voltak kíváncsiak, mint amit a tételes vallások nyújtani tudtak világnézetben, emberismeretben, világ bármiben. És itt a művészet, amikor azt mondta, hogy igen, majd én a szenvedélyemből, meg az intellektusomból, meg minden összegyúrom azt, amit más nem tud megteremteni. És egyébként meg a tételes vallások ugye hiányosságai, az emberek által érzékelt ügy, az csak így töltődhetett be. És akkor a Prométheusz ellopja a tüzet, és az ember lesz kreatív, és az ember teremt. Miért? Mert megtagadják tőle, hogy ez lehetséges. Tehát az művészetnek Európában sokkal és sokkal másabb és komolyabb feladata volt, és szerintem van is, bár nagyon-nagyon poszt-korszakot élt, poszt-industriális, poszt-kommunista, posztkapitalista, és közben retrózunk a megymárkával és volt szerettel. De. A művészetnek ebben a nagyon is tudatilag instabil helyzetben óriási szerepe lenne, hogy az ember megfogja egy alkotással, egy szóval, egy gondolattal, egy műtárgyal, egy zeneművel, egy festménnyel, remélem nem adta ki senki fő állat. Egy jó kis kopi lenne. Tehát amikor egy katartikus goblen hívszik. Tehát valami módon az embereknek a figyelmét ugye, megáll, és ez a tagmazzen, ez a csodálkozni. De keleten ez a samata. A samata az, amikor megáll a tudat, és nem mozdul. Ezt a nyugat, a művészi tárgyal, a művészi alkotással ért el, hogy a tudat ráfókuszált, és nem mozdul. Az egyetlen probléma az volt, hogy nem tudta így elérni a tárgyatlan tudatot, az igazi önvalónkat. Ahhoz el kellett venni a tudat tárgyát, erre pedig már nem maradt út. Hát az eszélyusok voltak az utolsók, akik ezt csinálták úgy szamba szinten. Szerintek az eretnek mozgalmak, mondják ugye az egyháztörténészek, vagy az alternatívákat azokat a Krisztus utáni első három évszázadban teljesen kiirtották. Míg az antiókiai zsinat volt, addig ez a harmadik század vége, addig csak az ariánusok ott mozgolódtak, és a konstantini türelmi rendelet, a gyakorlatilag még 30 év, kész, vége. Sikerült. Nézd meg Irénaeusz püspököt. Olyan kommentárjai vannak, és olyan elképesztő módon átáll, és olyan röpillatokat ír az alternatívák ellen, hogy csak egy változat. Csak egy. Ez Krisztus után 120. Innen tudjuk, hogy volt Júdás evangélium, mert jó leszólja, nincs az. Tehát onnan tudjuk, hogy az apokrifa hiteles. De nagyon jó munkát végeztek,
eltörölték az alternatívákat egészen kb. 1200 évig, és akkor jött a reformáció, az pedig olyan lett, amilyen. És a művészet eközben szépen jött fölfele, és ad neked valamit, ami a rácsodálkozáson kívül és a megtisztuláson kívül, ha tovább viszed, akkor az az önreflexió. De ezt tényleg el kell venni a művészet tárgyát, és mondj nekem egy olyan műalkotást, amelyik tényleg feleslegessé tudja tenni önmagát, miután már elvégezte a feladatot. Tehát vannak ilyen pillanatok, például egy koncertnek a végén, mert a zene az a legtárgyatlanabb dolog. Az csak egy rezdülés. Az nem olyan, mint a festmény, ahol ott van ugye keretben, amíg valaki ki nem vágja, összecsavarja, ezt a fejére piacon eladja. Tehát a zene, főleg egy élő koncert, ott nagyon sok mágia lehet, amit hallasz, és a mennyekbe tud vinni, vagy ha éppen olyan, hogy szétszed a dobhártyádat, de főleg komoly zenénél van egy olyan pillanat az utolsó tétel végén, mikor a zenének vége, de a taps még nem tört ki. És ez az egyetlen pillanat nincsen, ez a mindenség. Ez itt érdemes élni. Aki jár ilyenekre, azt tudja. És ez is púmi föl, na ez a sikernek az ősorbanása, de ez kellett mindaz a harmónia, az a tapasztalat, ami előtte volt. És van egy pillanat, amiben ez az egész egyesülés tömörödik és elér valamit, és utána persze olyan reakció van rá, ami, de azért az egy csend pillanatért, amikor már nincs zene és még nincs humán reakció, ezért érdemes. Ezért érdemes egy egész inkarnációt vállalni. Többet is lelkem. Lásd Mozart. Tehát ő úgy jött, elképesztő, mit hozott magával. Gondolt, hogy csak egy életen keresztül zongorázott? No. Tehát a művészetnek rengeteg szerepe van, de amire mi gyakorlók szeretnénk igazából, nem is mondom felhasználni, ezt az utilitárius szemletet nem szeretem, hogy meg szeretnénk nagyon sokan élni a művészi élményt, az, hogy elvezet önmagunkhoz. Tehát az élmény az esztétikumon keresztül elvezet önmagunkhoz, de már ez egy elég veszélyes program, mert akkor a szépet nagyon könnyen azonosítom az igazzal. És mint tudjuk, ez nagyon sokszor nincs így. Tehát nem csak a sminkmesterek miatt mondom ezt, hanem azért, mert Európa az esztétikum rabságában volt nagyon sokáig, aztán a 20. század le is bontotta a klasszikus esztétikai formákat, és kaptuk azt a borzalmat, ami az úgynevezett hatékonyság és profit alapú építészet. Én kérdeztem építész barátaimat, Ágotát is valamikor korábban, ugyan már miért van az, hogy nem tudunk olyan épületeket építeni, mint mondjuk a monolitikus időkben, kiegyeztünk az osztrákokkal, és egészen az első világháborúig olyan épületek vannak, rokokó, eklektikus, szóval, amit akarsz, minden, bemész a budapesti belső kerületekbe, és amit nem romboltak le, az, hogy gyönyörűségesen áll, és ki van tatarozva, és szép. És ezek a bomba helyek, amikor tényleg egy épület teljesen vajamen, hogy a beépítenek valami újat, és ránézel, és nemhogy nem ugyanazt a nyelvet nem beszélj, teljesen más tudat építette. Nem csak, hogy alacsonyabbak a mennyezetek, és kisebbek a lépcsőházak, és az egész, mint hogyha egy más bolygóról jött volna. És megkérdezni, hogy miért nem lett? A válasz az, hogy megváltozott az építészeti paradigma, megváltozott az építészeti gondolkodásmód, és ezért nem építünk ilyeneket. Másképp gondolkodnak azért. Ez ugyanaz a zenében. Tehát miért nem lehetett az első világháború után igazi klasszikus komponálni? Mindegyik utánérzés volt. Bartók volt az utolsó paradigma. Utána mindenki valamit ismételt, mert megváltozott a tudat, megváltozott a gondolkodásmód, megváltozott a világélmény, a világlátás, és ez valahol önmagunk definíciójával függ össze. Az igazi tömegtársadalom az a 20. században indult, mint életérzés. Előtte is sokan voltunk. De a két világháború sok hatása gyúrta egy ilyen teljesen átlátszatlan tömeggé az emberiséget. Kivéve akkor, hogyha te más utat választasz. Ha belül valami mást választasz. Hogyha meghaladod a szokásokat, a trendeket, és ezért keresnek nagyon sokan tudatalan alternatívát.
ha helytelenül keresik, akkor szépen visszazuhannak oda, ahonnan jöttek. Vagy még mélyebbre, mert én is láttam. Úgyhogy a művészet gyönyörű, csak a szép az nem mindig igaz, és az igaz néha nagyon csúnya tud lenni, az igazság. Úgyhogy mi a te műved? Mi az, amit te hozol létre? És itt nem explicit művésznek kell lenni, nagyon kevésnek alatik meg közülünk, hogy az legyen. De mindegyikünk kreál, mindegyikünk teremt, és legfőképpen ezt az életet teremtjük. Nem csak magunknak, hanem másoknak is. Tehát mit teremtesz? Mit alkotsz? Milyen szavakkal, gondolatokkal, érzésekkel, cselekedetekkel élsz? Ez a műved. És ezt a művészetet mindenki elkerülhetetlenül gyakorolja. Tudatosságához mérhető okon. Amennyiben tudatában vagy ennek, annyira lehetsz talán felelős, amellett, hogy a szabadságot keresed, és lojális, amellett, hogy a boldogságot keresed. Jó? Sok a gondolat, és ez az én hibám. Ezt nézzétek el, nekem rengeteg ilyen intellektuális táplálékot adtam most. Nem kellett volna. Már rájöttem. Itt kellett volna ülnöm szótlanul. Néha szimpatiasan így a padlóra ütni a botta. És akkor elvárni azt, hogy ezt megértsétek és jó érzéssel hazamennétek. Viszont ez se következett volna be. Tehát akkor mi tevet Kóreában? Hogyha van itt baja, nem mondj, eddig mondta, most miért nem mondj? Mondd. Szerintem nem egy különbség a gyakorlásban, hogyha nem egy ilyen más korai épületben gyakorolnánk, hanem ugyanígy. Én azt gondolom, hogy a gyakorlásban nem lenne különbség, de az érzetében igen. Tehát itt, amikor az emberek bejönnek és azt mondják, valami nagyon más. Tehát ez a nagyon más, ez más segített nekik abban, hogy a saját kis énjüktől elszakadjanak, és gyakorlatilag úgy tekintsék ezt, mint egyfajta szellemi nagykövetséget. Akkor most tényleg le kell venni? Igen, le kell venni a cipőt. Tehát ezek ilyen apróságok, de te, mint építész, nagyon jól tudod, hogy a tér mennyire formálja a tudatot. Ezt a zenész is tudja, hogy a tér mennyire formálja a tudatot, de az építménynek a külseje és a belseje már egy alapkondíció. És azt gondolom, hogy ez segít az embereknek, hiszen tényleg nem múzeumot, vagy skanzent, vagy ilyesféle látványosságot építettünk, hanem egy korhű valamit, ami nem csak azért hasonlít a jellegében a teteje, meg a gerendázat, meg minden egyébben a koreaira, mert az nekünk úgy tetszik. Hát 2,5-3-szor annyiba kerül belégköpni. Hanem egyszerűen azért, és ez nem csak hagyománytisztelet, mert az a funkciója, hogy a normál, megszokott kerékvágásból te már a belépéssel kilépsz, az megvalósul. Tehát belépsz egy normál háztetőn, jó, mit csinálunk itt? Tehát nincs meg az, ami úgy tényleg kizökkentene. És ez tényleg megfelelő irányba zökkenti, és most szubjektív leszek a válasz további részében, és talán nem vagyok ezzel egyedül, én iszonyatosan jól érzem magam hagyományos épületeimben. Tehát a legtermészetesebb, az egész lélegzik, az egész él. A súly, ami a tetőben van, tehát alig látszik az architektúra miatt. Ránézel, és nem érzed azt, hogy két kamionnyi cserép van rajta. Pedig annyi van. Nem érzed azt, hogy most nem akarok rosszat mondani, 60-80 köbméter fa, hogy a tető szerkezettel együtt. Ez olyan elképesztő tömeg, és ránézett, és teljesen könnyed. Úgyhogy nagyon sokféle térben lehet gyakorolni, de ebben a térben, mivel ezt tényleg csak a gyakorlásra szántuk, az emberek hajlamosabbak a saját szokásaiktól inkább megszabadulni, mert nem egy szokványos térben van, és egy szokványos épületben. Az egyik nagyon fontos momentum.
Más egyéb bárkit ad. Minden ilyen együtt élünk, így akár kisebb közösségben, szangában, akár így távolabb egymástól, így földművel, a többi tekintetében, vagy akár egy hiszen szűk, mondjuk kétszemélyes kapcsolatban egymással, és tudnál valami útra valót adni azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát hogyan lehetséges úgy, hogy igazából ne járkáljunk keresztül a súly egymásnak a karmikus nyugó pontjain, lehetséges ez. Hát, és nem is szándékosan elkerülöm az enyém fogalmát, vagy ideáját, mint olyan, de hogy valahol erről jelentődöm. Enyém fogalmát? Igen. Azt szeretnéd elkerülni, és bevezetni azt, hogy hogyan lehet egymás kis nyomógombjainak a sértegetése nélkül, ugye, úgy élni. Igen. Tehát annyit árulj el, hogy az erény fogalma ezzel hogy függ össze? Ugye az erény az egy olyan, az erényesület az egy olyan helyes életet jön le nekem, de lehet, hogy ez csak egy személyes interpretáció, nem tudom. És érdekelne, hogy az ember, ahol sejtem ez a fogalom, mint olyan, ez nem igazán él, nem igazán használható, mert... Az erény? Igen. Mert, de használható. Mert hogy az adott pillanat szabja, hogy mit teszek, és nem a helyes helytelen fogalom, vagy egy dualisztikus útvesztőjében szeretnék kavarogni. Ugye. Mert a helyes és helytelen fogalmával mi nagyon-nagyon komolyan operálunk, és az kell is. Tehát a helyes helyzetfelismerés, a helyes kapcsolatteremtés, és a helyes cselekvés. Na de, a helyességet mi dönti el? A helyességet az ember tiszta tudata látja meg. És ez a tiszta tudat a zennek, ugye, a célja, eszköze is. És utána a helyes fogalma nagyon-nagyon a helyére kerül. Tehát azzal dolgozunk. A helyes cselekedetek erényesek, a helytelen cselekedetek erénytelenek. És nem tudunk teljesen mások, ugye, nyomógombjainak a tiszteletben tartásával élni. Pontosan, amikor rácsattan a háló, bezáródik a csapda, jön egy nagyon-nagyon kemény reakció, akkor te, úristen, megnyomtam a kis gombját. Mi történt? Atomháló. Na, hát ezt nem kéne. Jó, tehát nézzük meg, mivel érzékszerű kapcsolatban vagyunk egymással. Ezért volt régen a csador, tudod, hogy ezt akarja, hogy ne legyen. Semmi érzékszerű kapcsolat. Na, az sem. Tehát érzékszerű kapcsolatban vagyunk egymással, a pillantás, a beszéd, a gondolat, az érzés, az érzék, az érint, minden szinten. Ezért csak az ön, világ és a más ismerete biztosíthatja azt, hogy ha te hibáztál, akkor gyorsabban ki tudod javítani, mint az, aki be se hajlandó ismerni. De nem lehet azt várni, hogy tökéletesen élünk, és mindig megfelelő távolságot tartunk, közelséget. Az intimitás és az egymás területébe való belegázolás, ez teljesen rokon fogal. Nem hisz ki a konyhából? Együtt szeretnék vacsorázni, jó maradjál. Na, tehát értem. Nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy a kölcsönösen függő élethelyzet a szükségszerűen maga után vonja azt, hogy egymás területére odalépünk, egymás lelkébe belegázolunk, egymás gondolatait kisajátítjuk, stb. Egyszer homo, tehát ilyen az ember. De a zennek nem az az üzenete, hogy csak a pillanat és akkor... Nem. A pillanatban szilárdan 100%-osan jelen vagyunk. És ebből kiderül, hogy az adott pillanatban mi a helyes és mi a helytelen. Mi az, ami szenvedést okoz, mi az, ami boldogság. Mi az, ami szabadságot, mi az, ami kötöttség. Mi az, ami megoldja a problémát, és mi az, ami nem. Tehát ez így függ össze. Visszafele is tekerhetem, de összefüggnek. Jó? Tehát bánjunk csínyán az ideákkal, aztán az előbb egy másik válasz keretében mondtam, mert ezek az ideák tudnak ölni, utítani és nyomorba dönteni. Tehát a tényekkel sosincs baj.
tényeket sokkal könnyebben meg lehet beszélni, mint a véleményeket. Tények, vélemények. A véleményeket! Szólásszabadságban azt mondasz, amit akarsz, de kezdjük már a tényekkel. Na most, amikor egy ilyen műsorban, ugye, elhangzanak tények, vélemények, akkor nagyon sokszor csak véleményt hallasz. És a szakértő műsorvezető pontosan úgy kezel mindent, mintha csak úgy vélemény lenne, csak eljátszogat vele. Relativizál, kiegyensúlyoz, ugye? Tehát nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy a tények és a vélemények nem ugyanazok. És legyünk már őszinték annyira önmagunkhoz és a másikhoz, hogy a tényeknél maradunk. Vagy ha most már nem tudom megtartóztatni magam, és el kell mondanom a véleményemet, akkor szépen tisztelet töröljük az asztalt, azt a kis tárkát, amiben azt mondanom, és akkor abba a véleményt. Abba. És vigyen ki rögtön, és öntsen ki. Mert ne a másikra projektáljam, és ne higgyem azt, hogy igazam van, csak azért, mert úgy gondolkodom. Tehát a véleményeket a tényekkel ne helyettesítsük be. A feltételezés ez nem csak a kudarcnak a meleg ágya, ugye, hanem az összes illúziónak a kiinduló pontja. Tehát vélemény, feltételezés, gondolat, projekció, illúzió, kész. Meghaltam. Nem? És persze a másikat is húztam magam után. Így ezért nagyon jó kérdés. Még akkor is, hogyha nem éppen azt a választ kaptad, amit esetleg előtte gondoltál. Tovább mondd. Mivel tudjuk jól lapadni az elmét, hogyha nem a felfogás képességével és a megértéssel? Ezt nagyon előre elmondottad ezt a kérdést. Ugye? Tehát mivel tudjuk jól lakadni az elmét, ha nem a felfogás képességével és a megértéssel. A megértéssel. Mert úgy emlékszem, hogy ezt mondtad előtte, hogy az elmének nincs szükség a megértésre. Az intellektuális magyarázatokat értettem ez alatt. Tehát a felfogás és a megértésre szükség van csak nem a magyarázat alapon, hanem a közvetlen valóság alapján. Tehát a vélemények helyett tényekkel lehetne táplálni a tudatot. Az illúzió helyett valósággal kellene táplálni a tudatot. És ekkor kapna olyan táplálékot a tudat, mert utána nem lenne többet éhes. Mindenben és mindenkiben valahol a lényeget, tehát igazi önmagunkat, hogy a világ lényegét keressük. De mivel megragadunk a jelenségek szintjén, ezért soha nem kapjuk meg ezt a tapasztalatot. És ezért mindig újra és újra kíváncsiak, éhesek, elégedetlenek, morcosak, pusztáltak és egyebek leszünk. Na most mindenre nincs szükség, ha egyszer van egy biztos tiszta pillanatot, onnantól kezdve tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, cselekszel, beszélsz, stb. Ez a tiszta tudat az, ami elveszi az intellektusnak az állandó végségét. Onnantól kezdve megfelelő táplálékra ugyan van szükség, de nem hiszed azt, hogy a gondolkodásból lesz majd valami lényeges. Hogy az érzelmek állandó halmozásából és állandó űzéséből lesz valami lényeges. Nem, a gondolatból újabb gondolat lesz. Ezért gondolkodjunk. Nagyon jó. Kell. Az érzelemből újabb érzelem. Ezt érezzük. Kell. Ettől vagyunk emberek. És nagyon azt higgyük, hogy ettől valami lényegesen más lesz, mint annak előtte. De ha meghaladod a gondolkodást, ha meghaladod az érzelmeket, ha eljutsz azoknak az eredetéig, akkor lesz valami teljesen más minőségi, és azzal be lehet tölteni az égséget. Akkor bizonyossággal elmúlik a kétség. És a lélek tápláléka az a tapasztalaton alapuló hit, amíg ideákon alapozódik, addig csak ábránt. Itt lehet megkülönböztetni, hogy ki milyen talajon áll. Oké. Ha így megérte följönni, és ezt nagyon köszönöm mindenkinek, akkor azzal a végső mondattal szeretném zárni a mai darab beszédet, hogy nem csak, hogy köszönöm mindenkinek a megjelenést, hanem bízom abban, hogy továbbra is együtt tudunk gyakorolni. Ez a közös gyakorlat eleinte csak ilyen kis bulinak tűnne. Jöjjük össze, tartunk egy kis
csendet, aztán majd talán lesz valami a végén. Kis finomság. Utána rájössz, hogy ezért eljössz a többiek miatt, és hát ha ott lesz, hát ha ott lesz, vagy az a másik az lánya. Aztán rájössz, hogy tényleg működik ez a gyakorlat, interjút néha nehezebb, még nem értem, mit mond, de azért úgy jó, meg hát kitalálta, hogy most miért értett egyet az egyik relatíval a másikkal pedig nem, az a motiváló, és akkor jövök a következőre, és hát ha meg tudom, hogy hogy lehet életben maradni ott a párfüggbe, meg minden. Tehát a közös gyakorlat az nagyon sokféle okból bekövetkezhet. De a legfontosabb az, hogy időről időre összejövünk, és nekem mindegy miért. Ugyanis amíg itt vagy, tényleg azt csinálod, amiért itt vagy. És ez a tapasztalat, ez csak a tiéd. De ennek az erénye, ennek a húzadéka, ennek a közös energiája jóval több, mint ez a szamba. Ez nagyon messzire kisugárzik. Tehát nincsenek ilyen zen spektrométerek, amelyek így mutatnák, hogy összejöttünk 20-al, milyen messzire hatottunk el. Tehát ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy ez minden tudatra, minden lényre hat. És az ő befogadó képességünknek a mértékében van. És a legfontosabb az, hogy mi magunk lássuk ennek a szükségét, és szabad akaratból vállaljuk föl azt a kötöttséget, ami az, hogy ide jössz, az egy nagyon komoly kötöttség. De valahol ebben a kötöttségben fel lehet lelni azt a boldogságot, ami nem érzékszervekhez kötött. Meg lehet lelni azt a tapasztalatot, ami túl van a dualitásokon. Túl van a gondolatok, érzelmük, beszéd és cselek és állandó változásán. És így el tudunk érni igazi magunkhoz, tudunk segíteni őszintén és világosan minden lényen, és valahol, amikor megszabad.